lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, tick, 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 down through the chimney with hits and tick. Bementünk milyen vagy csajoskodni. Én csak így hívom, amikor mi ketten a gyakunkba vesztük a butikokat, és elköltjük a világ összes pénzét is. A fő célom az volt, hogy adventi kalendáriumot vegyek a gyerekeknek, de ha már ott jártunk, akkor mindenhol máshova is bekukkantottunk. Nyílt itt egy karácsonyi butik, ide bekukkantunk, mi mindent árulnak itt. Mennyi karácsonyfadísz, nézzétek, mindenféle stílusban és formában. Ezek számomra túl modernek, én azért ilyeneket szerintem nem mindig tennék a karácsonyfára. Ez nagyon jó. Mondjuk ez cuki. Igen. Mondjuk ez a mézes karácsházikó is cuki, ezt mondjuk még el tudnám képzelni a fánkon. Micsoda? Popcorn? Jó, tényleg popcorngép? Azt nézd. Hát azért vannak itt ilyen hagyományosnak mondható díszek is, úgy látom. De nagyon cokik amúgy, de nem az én stílusom minden esetre. Az Eiffel-tornyot is felaggathatjuk a fánkra, ha akarjuk. Ó! Bögrék, egy 100-as a darabja. Hát azért szerintem annyit nem ér. Ez meg ráadásul 120, ha jól látom. Igen. Mindegyik nagyon szép egyébként, de túl vannak árazva, úgy látom, ezek a termékek itt nagyon. Na, és akkor ilyen feldíszítve egy fa ezekkel a modern díszekkel. Egy koktélt valakinek. Sokat gondolkodtam rajta, hogy milyen legyen idén az adventi kalendárium a gyerekeknek, mert úgy ugye csak nekik szoktunk adventi kalendáriumot venni. Idén nagyon szerettem volna én is magamnak egyet. Ki is néztem a Rituals-nál egy adventi kalendáriumot, de annyira nagyon sajnáltam érte 800 koronát adni. Aztán gondoltam arra, hogy mondjuk megveszem Miának, mert most rá is nagyon ráragasztottam ezt a Rituals szerelmet. Ő is kitalálta, hogy ő nagyon szeretne egy Rituals boxot, amiben van krém, meg tusfürdő, meg egyéb ilyen dolgok. Úgyhogy gondoltam utána, hogy akkor megveszem neki, hogy legyen akkor neki adventi kalendárium, és akkor majd maximum osztozunk a tartalmán. De akkor ugye eszembe jutott, hogy nyilvánvaló Matikának is kellene valami adventi kalendáriumot venni, és mégse szúrhatom ki a szemét akkor egy 100 koronás csoki kalendáriummal, viszont neki nem találtam olyat, ami passzolna, mert ő már nem játszik ilyen mindenféle játékokkal, még most már legózni sem, nyilván nem legózik. Voltak ilyen legó kalendáriumok, meg ilyen szuperhősös kalendáriumok, hát ő ebből már kinőtt. És olyan igazi fiús, tinédzseres kalendáriumot nem találtam neki. Végül lemondtam a Rituals kalendáriumáról, és akkor utána tovább gondoltam a dolgot, hogy oké, de akkor mi legyen? Úgyhogy maradtam a tavalyi ötletemnél, nem tudom, hogy emlékeztek-e, illetve hogy láttátok-e azt a vlogmesztünket, amiben mutattam az akkori tavalyi kalendáriumot. De vettem még tavaly, azt hiszem, hogy a Lidl-ben, vagy nem emlékszem már hol, egy ilyen textil kalendáriumot, aminek ilyen cuki kis zsebei vannak. És akkor igazából ezekben a zsebekbe kell bele helyezni valamit, amit szeretnél. És én tavaly is úgy csináltam, hogy nem csak édességek voltak benne, hanem élmények is, azokat kis kártyára írtam föl, illetve tárgyak is, használati tárgyak is. Már tavaly is sokkal egyszerűbb volt Miának milyen dolgokat vásárolni ebbe a kalendáriumba,
mint mondjuk Matikának, és idén sincs ez másképpen, mert akkor végül is újra ezeket a zsebecskéket fogom megtölteni bizonyos kis dolgokkal, és már is mutatom, hogy miket szereztem be hozzá. Fogunk menni idén a Lisebergbe, mert ugye a Liseberg az csodálatos, amikor karácsonyi díszbe öltöztetik, és nem szeretnénk kihagyni, ugye tavaly nem volt alkalmunk, mert Magyarországon voltunk még akkor, tavaly előtt voltunk, viszont szerintem akkor még nem csináltam annyi videót, vagy valahogy úgy emlékszem, hogy nem került fel róla videó, vagy nem tudom, lehet, hogy mégiscsak van, akkor inkább kétszer legyen, mint egyszer sem, és szeretném veletek is megosztani, mert tényleg nagyon gyönyörű. És ráadásul a Lisebergben most lesz idén Julbord. A Julbord az ilyen karácsony, ha szó szerint akarjuk fordítani, akkor az karácsonyi asztalt jelen, tehát nyilvánvaló itt arra gondolnak, hogy a karácsonyi eszemiszom dinomdánom terülj asztalkám svéd módra. És ezt nagyon szeretném nektek majd megmutatni, mert ez egy igazi svéd tradíció. Aztán fogunk menni bowlingozni, ezt majd valószínűleg összekötjük Matikának a születésnapjával. Korcsolyázni is akarunk menni, ezek is bekerülnek majd, mint ajándékok az adventi naptár kis zsebeibe. Ehhez vettem egy kártyát, ilyen mikulásos kártyát, és akkor ennek a másik oldalára fogom fölírni magát az élményt, mint ajándékot, és akkor vettem még hozzá ilyen kis stickerseket is, és akkor ráragasztom még ezeket is ilyen extra dekoráció gyanánt. Így lesz tehát három élménykártyájuk, a Liseberg, a korcsolyázás, illetve a bowling. Aztán még két gyereknek vettem kettő-kettő pár ilyen karácsonyi mintás zoknit, nézzétek már annyira cukik, és ezek ilyen nagyon finom, puha anyagból vannak, és melegek. Nagyon megtetszettek, úgyhogy kettő-kettő zsebbe ezek a zoknik fognak bekerülni. Aztán Matikának egy dezodor. Ez az Old Spice-nak az alumínium sómentes dezodorja. Aztán van itt négy darab ilyen kodorbusé csoki. Hát ez valami isteni finom. Ez praliné egyébként. Azt hiszem, hogy belga csoki, tejcsokival ötvözve. És olyan íze van, hogy egyszerűen elmondhatatlan. Megkockáztatom, hogy majdnem a Nutella nyomába ér. Aki ismer engem, az tudja, hogy én nagyon nagy Nutella imádó vagyok, és a Nutellától nincsen finomabb édeség számomra. De ez a kodorbusi, ez valami fantasztikus csoki. Úgyhogy ebből is vettem négyet, kettő-kettő zsebecskébe belecsúsztatom majd. Aztán egy kis amerikai édesség, ez a Hershey's. És ez olyan fehér csoki, amiben olyasmi, mint az Oreo kex van beletördelve, és azzal van gazdagítva. Aztán kettő Reese's, ez ilyen, nem is tudom, ilyen fenyőfa alakú, nem ettünk még ilyet, ezt még nem próbáltuk, úgyhogy nem tudom pontosan. Aztán vettem egy ilyen 8 darabos Reese's-t, ez is nagy kedvencük, biztos, hogy örülni fognak neki. Mivel nagy Oreo imádók, ezért egy ilyen Oreo snowball, azaz hólabdát is vettem nekik. Ebben 4 darab van egyébként, és akkor így 2-2 jut mind a kettőjüknek. Aztán a hagyományos Kinder csoki, és a mini Kinder Bueno. Ebben nem is tudom hány darab van, de nagyon sok, szóval ezt is el tudom majd osztani a zsebecskékbe. Ismeritek az adventi naptár történetét? Nyugi, ha a válasz nem, semmi gond, én sem ismertem korábban, de hát a Google a barátunk, és utána jártam. Az 1900-as évek elején élt Németországban egy nagyon-nagyon türelmetlen kis Jungerhardtnak hívták, és minden nap azzal nyúzta az anyukáját, hogy de anya, mennyit kell még aludni karácsonyig. A leleményes anyuka ezt megunta, és sütött 24 darab süteményt, amit egy papírlapra fektetett, és a süteményeket megszámozta 1-től 24-ig. A kisfiú minden nap megehetett egy sütit, és így saját maga számolhatta a napokat, hogy mennyit kell még aludni karácsonyig. Majd aztán Gerhard, mikor felnőtt, akkor üzletember lett, és meglátta az üzleti lehetőséget ebben, azaz, hogy biztosan a világ összes anyukájának hasonló a problémája, mint az ővének volt, amikor ő volt kicsi. 1920 körül elkészítette az első adventi naptárját, ami akkor még nem a csokikról és édességekről szólt, hanem két papírlapról, amelyen az egyiken képek voltak, amiket ki lehetett vágni, a másik lapon pedig sorszámozott helyek, ahova ezeket a képeket föl lehetett ragasztani. Ez volt tehát a mai adventi naptárnak az
őse az elődje. Gerhard naptárának hatalmas sikere lett, és ezt évről évre természetesen továbbfejlesztették, míg el nem jutottunk a ma ismert adventi kalendáriumokig. Miának vettem még egy nagyon spéci Tangle Teaser hajkefét, egy mini hajkefét, ez rajta volt a kívánság listáján, mert hogy ő írt egy kívánság listát a Jézuskának, hogy miket szeretne, és akkor Jézuska majd nagy kegyesen abból válogathat, és ez is közte volt, és Matikának is lesz itt még két dolog. Ő ugye serdül, és mindjárt 13 éves lesz, és vannak pattanásai a homlokán, amit nagyon nem szeret. Úgyhogy vettem neki egy arctisztítót, ez is bekerül a kalendáriumba, illetve egy krémet, ami kimondottan aknék kezelésére való. Itt Svédországban december 1-ével nem csak az adventi kalendárium első ablakát nyitják az emberek, hanem nagyon sokan erre a dátumra már teljes pucba díszbe öltöztetik a lakásukat, és feldíszítik a karácsonyfájukat. Hát én ezt az időt nagyon-nagyon korainak tartom, főleg, hogyha mondjuk valaki élő fenyőt szeretne, akkor ez nem biztos, hogy kibírja egészen mondjuk vízkeresztig, amíg ugye magyar hagyományok szerint lebontjuk a fát. Itt egyébként Svédországban ennek is másféle hagyománya van, de majd erről beszélek később. És mégis azért én is szeretném már most december 1-ével egy kicsit a hangulatot megteremteni itthon. Ezért úgy döntöttem, hogy idén először két karácsonyfánk lesz, egy kisebb és egy nagyobb, a nagyobbat majd szerintem egy-két héttel karácsony előtt fogjuk feldíszíteni. Viszont vettem egy 60 centis műfenyőt, és vettem ott a nagyon szép díszeket is. Mutatom ezeket is. Ilyen kis fehér moslikat, valamint egy ilyen leginkább ezüst és fehér színű kis, kisebb fajta karácsonyfa díszeket, és három ilyen Mikulás virágot, amit így föl lehet csíptetni az ágakra, de most akkor hozzá is látok a díszítéshez. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Innen folytatjuk hamarosan. Sziasztok!